köszönhetünk sok szeretettel és büszkéken. Köszönöm szépen! Szántó Ákos kapott oklevelet a siklósi önkormányzattól, melyben elismerik szíjgyártói tevékenységét. Ez a különleges mesterség mostantól a helyi értéktárban is szerepel. Ákos szülei biztatására kezdte el a szakmát, mára pedig már a lovasport legmagasabb szintjein is ismerik. Főként lószerszámokat készít, de más eszközök is megtalálhatók műhelyében. 95-ben költöztem el egy mesterhez az Alföldre, ahol 3 évet tanultam. És akkor 98-ban váltottam itthon ki az ipart, és azóta üzem. 99%-ban lószerszámokat gyártunk a versenysportra legfőképpen, de gyártunk, mint látható, gyártunk étlapokat, bőrhintát, nadrágszíjakat, tehát kulcstartókat, tehát ilyen különböző bőrből készült alkalmatosságokat, de mi mondom, hogy főleg a lószerszám, tehát hogy mindig azt mondom, hogy aki mindenhez érte, semmihez nem ért, tehát hogy egybe kell valaminek jó lenni, úgyhogy mi megpróbáltunk itt rámenni a lószerszámokra. A kövesdi cipőjavító műhely szintén bekerült a siklósi értékek közé. Ez napjainkban már ritka mesterség, de a szakma gazdag régi hagyományait Kövesdi László töretlenül fenntartja. Ezért is válogatták be a siklósi értéktárba. Fogadjátok tőlem sok szeretettel. Nekünk is büszkeség. Ez pedig már Szentgyörgyvári Tamás műhelye, ahol a fényképész munkáját ismerte el az önkormányzat. A már 100 éve Siklóson tevékenykedő fotós család generációkon keresztül készített képeket. Tamás a helyieken kívül olyan hírességeket is lencsevégre kapott, mint Placido Domingo vagy Szent II. János Pál pápa. A nagyapám 1910-ben költözött ide Siklósra. Előtte 5 fényképész tönkre ment, és óvták, hogy nehogy véletlenül kezdjen egy fényképészetet, mert ez nem nyerő itt Siklóson. De 10-ben ide jött Siklósra, és a becsületes munkával, a szép munkával ezek szerint megállta a helyét. Utána édesapám vette át a fényképészetet, közben volt neki egy 4 év hadifogságja, addig édesanyám vitte. Édesapám szerencsésen hazajött a hadifogságból, és akkor onnantól kezdve együtt vitték. Lett 4 gyerekük, abból 2 fényképész lett, az egyik hát szinte csak a házasságig vitte a fényképészetet, mert utána elment háziasszonynak. Legkisebb én vagyok, és én folytattam a fényképészetet. Sajnos nagyon hirtelenül vettem át, mert édesapám nagyon gyorsan egy év alatt elvitte a betegség, és én akkor még ipariskolás voltam. És hétfőn meghalt édesapám, kedden írásbelüztem, szerdán szóbelüztem, és csütörtökön temettük, ilyen hát csákányváltás volt. És azóta 74-ben érettségiztem, és utána azóta vagyok fényképész. A Siklósi Értéktárbizottság többkörös egyeztetés után válogatta be többek között ezeket a mesterségeket, kuriózumokat. Az Értéktárbizottság munkáját 2014-ben kezdte meg. Az első körben azokra az épített örökségekre helyezte a hangsúlyt, amelyekkel gyakorlatilag mindenki találkozik. Aki siklósi ismeri őket, aki pedig ide érkezik hozzánk, az szembe találkozik velük. A várral, a dzsámival, az épített örökségeinkkel, a templomainkkal indult meg ez a munka. Aztán 2020-ban kapott új lendületet az Értéktárbizottságnak a munkája, és azóta 2 olyan döntési hullám következett be, vagy történt meg, amire mi nagyon büszkék vagyunk. Egyrészről eljutottunk odáig, hogy az épített örökségeink az épületeinken túl olyan kulturális tevékenységek, olyan identitást erősítő események tudtak bekerülni az értéktárba, mint például a vincenapi hagyományok, vagy a tenkeskapitánya kultusza, amit szerintem senkinek nem kell bemutatni. Mindenféleképpen Siklóshoz kötődő, nagyon erős gyökereket mutató kulturális lét az, ami a bizottság munkáját fémjelzi, és hála Istennek a mai napon eljutottunk oda, hogy a bizottság tovább dolgozva letett egy olyan javaslatot az asztalra, aminek eredményeképpen a mai napon újabb értékeket tudunk beemelni a siklósi értéktárba. Természetesen tovább gondolkodott az értéktár bizottság és az önkormányzat is. Szeretnénk ezeket az értékeket nem csak elismerni, nem csak megmutatni a helyieknek, illetve az ideérkezőknek, hanem abban is gondolkodunk, hogy esetlegesen egy kiállítást szerveznénk
a Siklósi Várnak a bázisán, a Siklósi Várnak az egyik kiállító termében. Korábban egyébként már több épített örökség is bekerült az értékek közé, úgy mint a Mária Gyüdi Bazilika vagy a Malkocs Bejdzsámi. Nemrég pedig a Siklósi Várat nyilvánították történelmi emlékhelyé.